Sziasztok! Lejöttünk a szigetre tárcsázni. Vagyis Attila már tárcsáz. Kétszer húzza át a földeket tárcsával. Hoztam neki egy kis reggelit. Nehogy az legyen, hogy éhes. Magamnak hoztam egy kávét. Imádja ezeket a savanyú gumicukrokat. Úgyhogy ez ilyen meglepi. Persze ez elmaradhatatlan a túró, Rudi. Gyorsan mindent bezsebelek. Na meg persze neki a kóla. Úgyhogy mindjárt csatlakozunk Attilához. Hát, ha a kaja látványára megáll. És mivel nem hajt minket a tatár, lehet, hogy le is állítja a gépet, és meg is reggelizünk. Vagyis eszünk egy pár falatot. Nem már! Jó reggel! Jó reggel! Ez az enyém, jó? Mert te nem kávézok. Ja nem, azt hittem engem segítesz föl. A kajáé jutam, ne essen. Na ez az. A kaj... Szerintem áll is le, egy picit reggelizzünk. Mert menet közben úgyis, úgyse. Menni akarám. Nem baj. Most nem mi? Állítom, mert meleg a motor, hagyj járjunk. Ja jó, oké. Na hoztam az... Az ilyen szilvás papucs, azt szereted? Jaj, meg is virázok. Egy a tiéd, egy az enyém, ugye? Nem, megeheted. Én magamnak hoztam két azt. Két csigát, azt ennyi. De remélem, meg nem utalált valamire. Mi? A szilvás papucs. Hát szereted. Az a kukoricaföld olyan kemény. Te tudod, milyen gyönyörű a 3 hektáros lucernánk? Láttam. A franc megette. Én vetettem, megmutattad? Nem, mert itt kezdtem el kamerázni. De arra megyünk, nem vissza, vagy nem? Arra. Itt megcsináltad, ahol elkerültelek földet? Hát nem, miért? Valam az lesz. Ja? Most a kukoricaföldeket csináljuk. Értem. Másodjára áthúzza jobb. Nem nagyon pattogsz a gépbe? Nem. Majd fogok. Betettem a kávémat. Nem is értem. Kávé a sziszeg. Sziszegős kávé. A kávé is a régi. Hú, én nem bírnám meg inni a kávét. Ses, figyelj. Figyelj, tegnap arra rá voltam úgymond fanyarodva, hogy... Várjál.
Ez itt jó, csak ne lögdösd. Arra rá voltam fanyarodva, mert ugye elfogyott a tejem otthon, hogy tej nélkül igyem meg a kávét. Meg arra voltam ráfanyarodva. Hogy? Hogy tegnap már vizet kellett innom, de utána elfogyott a kólám. De azt én hoztunk. Igen. És most is elfelejtettem tejet venni. Megnéztem. Nem találtam csülköt. Ez jó. De várjál, még nem szabad izélni, mert... Nem szabad feladni? Nem, mert csak gyorsan átkotoráztam. Kinti ütőt is megnézted? Ott nincsen. Ott csak kolbász van, meg szalonna. Na mindegy. Tegnap láttam egy videót. Pityókás kenyérben csülök bele volt sütve. Borzont. És borzontnál lehet kapni valahol, valamelyik pékségbe, borzonti pékségbe valahol. Erdőbe. Én ha arra járok, én az biztos, hogy beszek. Már Benedek húsbolt, az Gyergyószent Miklóson van, Borzont környékén. Igen. Ugye én azt a pityókás sülkös kenyeret fogok enni, bármire megmerek esküdni. Már egy héttel előtte felhívom a pékséget, mikor megyek. Hogy szerezzenek be mindent hozzá. Na, hogy pont akkor ne legyen, mikor te mész, mi? És azt fogunk enni. Hú, de guszta volt te. Akkor vágta a nő el. Ahhoz tényleg kenyeret... csak savanyúság kell, mert van kenyér része, meg van hús része, már csak a savanyúság kell. Hát tudunk élni, gyerekek. De hallottad, ahogy hirdették, évek alatt kitapasztalt, tehát... Őnek is egyből sikerült. Mert azért azt nagyon el kell találni, hogy a kenyér is jó, meg süljön. Benne a csülök is jó, meg süljön. Szerintem azt előfőzik. Nem lehetséges? Az egy dolog. Most ezt a tekercset is meg kell ennem. Te szoktál mindig mondani, hogy töltet cuccot hozzá. Hát amiben van valami, hát most mit tegyek? Tésztát? Na. Fú, ez a reggeli. De... Komolyan mondom, néztem tegnap a videót, hogy a nő kivette a kemencéből, bemutatta a kenyeret. Ja, te mindig ott vagy. Pityókás kenyérbe sült csülök, és akkor ugye csinált egy keresztet a késsel, és akkor elkezdte fölvágni azt a kenyeret. Fú. Nem tudom, olyan guszta volt. Guszta volt. Janikám, azt ennünk kell olyan kenyeret. Még itthonról fogok telefonálni a telefonszámot, most már gondolkodtam, hogy a telefonszámot kell szerezni. Ne is beszéljünk már arról a dologról. Még egyet megeszek, aztán indulunk tovább. Akkor ezt nyertem, mert megakadt a torkon. Nem. Hú, nem maradtad? De. Lehet, hogy a videóban benne megakadt, muszáj mondtam lenyelni. Hallod, hogy nyeri a puja a tejet? Ja. Zsani. Mikor csöpp volt még. Ezt se 50 forint a sápad? Nem baj. Menedek a zacskóba. Már ott, hogy kiadjuk a szemedet. Megfogod egy kicsit?
Gyerekek. Jót hoztam, kicsim. És hoztam még desszertet is. Csak még a... Láttad? Picsókás kenyérmel. Ja? Ha! Úgy imádom, amikor vágják azt a házi kenyeret, és úgy... Nem is tudom. Nem olyan, mint amit veszel a boltba kenyeret. Úgy ropog. Úgy ropog, amikor vágod. Uh-huh. Ah! A héja. Mert az... Te megosztottad a Facebookodon, nem? Nem. Hogy? Nem megosztottad, de... Szerintem megosztottad. Igen. Igen, szerintem azért osztottad meg a Facebookodra, hogy tudjad. Hogy meglegyen? Aha. Jaj. Látnálom a kis angyalom ilyen csodát. Több éves kísérletek után végre megszületett az igazi és a vasárs. Igazi, házias, pityókás és csülkös kenyerünk. Köszönjük a közreműködést a Benedek Hús Üzemnek és a Borzonti Pékségnek. Hm? Ezért van oda, apa. A kenyérért. Nem azért. De igen. Na. Fú, nekem ilyet ennem kell. Mondjuk a néni is a volt csúnya. Meg szoktam nézni őket, de most a kenyér nagyon érdekelnek magam. amikor csülkös kenyérről van szó. És jó, mert kis népviseletben volt, nem? Mi nekem tetszik az ilyen. Akkor holnaptól így járok, jó? Jó. Meg is néznek majd a faluba. Még be is kettem a fejem. Matyuska leszek. Ide üzd a traktorba, majd csak így fogsz dolgozni népviseletben. Az. Csak betonfal ne legyen előttem, ugye? Igen. Kerüljed. Most is néztem, hogy nem-e porzik valami, amikor jössz. Nem-e mész valaminek neki. De genny a vak. Na figyelj, mert szép lassan azért mehetünk. Miért nem mehetnél? Tessék, ez nekem nem kell. Ezt mind neked hoztam. Nem. Apa, nekem ez a kettő bőven elég. Jó, akkor. Tényleg neked. Nekem szépen is jön azt az ajtót. Maradj már csöndbe. Na. Szépen finoman kell lenni. Kukor itt a taló, nagyon kemény. Majd meg kell beszélnünk, hogy miben mi lesz, ebben mint kritikálé lesz? Mert most akarok idén mondom egy hektárnyi cirkot vetni. Oda ki majd a fakörül. Jó? Amit akkor kell... A lakosba kukorica, hát a cirok, így a másfél. Mert nem ér. Tehát ezt a... Most nem tudom, ez valami újdonság, ez... Erzsébet cirok, azt hiszem, az a cirok neve. Én nem tudom, én nem értek hozzá. Nem, ezt én nézegettem, és ez nagyon jó. Szárazságtűrő is, nem egy olyan milyen nagy növésű, tehát körülbelül akkora lesz, mint ott. Nem, itt velünk szemben ez a kicsi növésű, és ez fehér, tehát nem ez a vörös. Ebből két kalász vegyél át, tudom, hogy kiért. Tudom, de nem ez a vörös, mert a vörösben azt mondják, hogy sok százalékban van benne ez a tannin tartalom. És ha jól tudom, hogy az a másikban van? Valami, mint nem a célt is hallottam. Nem, ebben a tannin tartalom nagy, és ebből, hogyha disznókkal akarod etetni, akkor ebből nem adhatsz nekik csak 20-30%-ot. Igen? Igen. A másik, amit én néztem, abban nincs tannin tartalom, az a fehér. Azt kell akkor. És abból akármennyi tehet a sertés is, a tyúk is, minden. Úgyhogy én ezt a fehéret néztem, ilyen fehér színű. Mondom, ez valami újdonság, mert ott volt alatta, hogy új. Aha. Úgyhogy azt ki akarom próbálni, és annyi, hogy ezt nem kell, tehát amit én néztem, azt nem kell
vegyszerezni ahhoz, hogy beszáradjon. Aha. Tehát nem kell elősegíteni neki a beszáradás, hanem ez magától beszárad. Ez nagy előny, hogy nem. Milyen magas lesz csináltak ide. Nem baj. De erre ki kell engedni? Nekem nem nincs luka. Nem tudom, engem nem kérdeztek, hogy ide rakhatják-e. De nem csinálunk belőle ügyet, mert nem veszünk belőle szegényet. A vadász is hogy élje ki magát legalább, itt elég sok a róka. De én úgy gondolom, hogy ő nem vadász, ő csak fotózik. Akkor hogy fotózik? Mert mindig ilyen fotógép van a nyakában, ilyen fényképező nem van baj. A nyakában. Természetfotós. Nem baj, legalább minden szép képeket. Igen. Úgyhogy igen, én akarok... Megy a főtés? Nem. Meleged van? Fú, piszkos. Tényleg? Aha. Mondjuk lehet, hogy ez a mellény rajtam van, de... Hát nem lehet, hogy rajtad van, ez rajtad van. Hát de mondom, lehet, hogy azért érzem. Azt mondom, hogy lehet, hogy az a mellény rajtam van. Hát mondom, ez nem lehet, ez rajtad van. Igen. Na. Pedig nem egy nagyon vastag valami. Igen, de ez jó melegen, a termoking. E, igen, ilyen kis termos, aha. Én szeretem. Oké, azt a közepét átjárjuk, azt megyünk át a másik földbe. Jó? Jó. Ide az egymással szembe lévő földre, nem? Megállok, menj már fel a magas lesbe, azt mondom, hogy csinálj nekem részét. Húha, remélem jól össze van rakva, már kidől a lólam, akkor aztán mérges leszek. Hogy dőlne meg ki a lólad? Hát... Csinálj innen is, és nekem a... Jó. Jó. Melyen megyek. Na. Na, most itt. Remélem jó meg van ezt csinálva. Na, te elég jó masszív. Na. Ügyes volt, aki ezt csinálta, csak bírjon is el. Hoho! Tök fain! Azt a mindenit, nem... Nem bízta a véletlenre. Elég jó! Mit aki? Hopp, hopp! Hát ez tök jó! Hát szédülök is! Húha! Ez rajt ma mozog, annyira nem biztató. Nagyon jó. Hú. Hát, nem nagyon mozgunk rajta. Szépen meg lesz csinálva. Húha, tovatosan. Kell, mert nincs izé, közt a fa. Na, hogy neki dőljek aztán itt. Arccal lefele. Megérkezek. Ó, ja, megy a duda.
Na, megkaptam a jelzést, hogy mehetek. Gondoltam, hogy ide fogunk jönni, csak mondom, elengedem, mert mondom, nem tudtam pontosan, hogy melyik földet szeretné csinálni. De akkor ezek szerint jó helyen álltam félre. De mondjuk azt beszéltük meg itt az előbb, hogy ebbe kukorica lesz. Ezt meg! Én csak azért álltam félre, hogy menjél te előre! Hát tudom! Jó, nem mondom! Ó, foci van, halljátok? Dudának, Fütyülnek, Ordibának, foci meccs van. Volt az, ahol én elakadtam a Ivekóval. Na ide, azt beszéltük Attila, hogy ide kukoricát fogunk tenni. A terve a fönt ott a Csati partnál, ott a... Na, most meg tudom nektek mutatni a lucernát. A lucernával, hogy most az ki lesz tárcsázva, vagy nem. Nem tudom. Na, itt van a 3,5 hektáros lucernánk, gyerekek. Hát most mondjátok meg, lekaszáltuk, hogy nem fog ez már nagyon megnőni. Á, nem. Gyönyörű lett, halljátok? Gyönyörű. Gyönyörű. Ezt térd alatt ér simán. De gyönyörű. Jó van. Itt a földúton, hagyd ne kelljen, már beköttem magam. Úgyhogy gyönyörű lett a lucerna. Mondjuk ezt akartuk elkerülni, hogy ne így menjen a télbe ilyen nagy, ilyen magasan, tehát hogy ne legyen ilyen nagyon bebokrosodva. Hát csak nem sikerült. De az a baj, hogy már nem mond jó időt, hogy le tudjuk kaszálni. Mert még úgy azt mondaná az ember, hogy ha
lenne sok marha, hogy lekaszálja, és akkor egy 3-4 nap után mondjuk egy hamsterrel összeszedné, és odaadná a marháknak, mert ugye a marháknak se jó, hogyha egyből a nyers lucerna van adva, ott is ugye úgymond pihentetni kell a lucernát, hogy ezek a gázok távozzanak belőle, ami főfújja ugye a marhát. De hát most nekünk ilyenre nincs lehetőségünk, mert arra tök jó lenne. Jó van, sipolja. Aki ezt a sipolót belerakta az autóba, úgy szeretem őket. Ha meg bekötöm magam itt hátul a hátam mögött, akkor meg nem akarom azt, hogy hú, elfelejtettem és nem kötöm be magam. Mert most itt a földúton szerintem felesleges bekötni az embernek magát, főleg ilyen egyes, kettes alapjárattal. De azért köves úton ott be szoktam magam kötni, hogyha elindulunk valahova. Csak azok jönnek be, akinek itt földje van. Más nem nagyon. Nem is megyek hátrébb, mert nehogy útba legyek Attilának. Ez az a talaj, amelyikben benne volt ez a féreg, ez a drótféreg, ugye ami bosszúságot okozott itt a kukoricavetés után. Most gabona lesz benne. Jaj. Szépen duruzsol a kicsike. Azért a tárcsa is ilyen kis rögöket hoz fel. Itt is például, mint a... Jaj, álljatok, egyensúly probléma van. Mint a lábam akkora. És ez agyag,
Ez szapad, ez olyan, mint a gyurma. Korásznak ott a facisták. Thank you.
Na, hogyha ezt a csíkot még meghúzza Attila, akkor egyszer már át van tárcsázva az egész. Nem tudom, hogy még egyszer áttárcsázza-e. Szépen dolgozik, nagyon a tárcsa. Most még egyszer el kéne mennie. Még itt van neki. Na, látjátok? Hát megmondom nektek őszintén, hogy még mindig fura, hogy ilyen földbe kell vetni. Hogy minden látszik a tetején. Micsoda az diófa! Ah, Frank, meg egy gyönyörű, mindjárt megnézzük, hogy az diófa. Azaz, a francba. Hú, de szép nagy lett. Ah. Megpróbálom kihúzni, várjatok. Na, körbe van, ütöge a kalapáccsal. Ennek már rendes gyökere kell, hogy legyen. Ennek már nem izé. Figyelj! Kivesszük. Na, ki fogjuk szedni a diófát, de Attila mondta, hogy reggel elfelejtett tankolni, úgyhogy most menjek haza üzemanyagért, hogy ne kelljen még egyszer lejönnie. Úgyhogy én most hazamegyek üzemanyagért, és lehozom az ásó lapátot, mert ennek, ebben, tehát ez már nem dióból van, ez már ugye a pici diófák, amik ilyen 10-15 centisek, annak még az alján ott van a dió. Ez már szerintem gyökeres fa lesz, úgyhogy ez már úgymond elhagyta a kis diót, már túlnőtte. Úgyhogy azt mondta, meghagyja nekem a diófát, körbe tárcsázza, meg még egyszer áttárcsázza. Azt mondja, addig én hozzak neki üzemanyagot. Meg akkor lehozom a ásólapátot. Úgyhogy, ha visszaértem, akkor folytatom. Vissza is értem, úgyhogy még Attila még szerintem most fejezi be a tárcsázást, a második áthúzás, úgyhogy úgy gondolom, hogy sokat nem voltam távol. Rakít. Én.
Na, milyen szép le. Megjöttek a varjak. Na mindegy, most riktig nem úgy áll. Na, azt gyorsan megtankolunk és megyünk tovább. Na, amíg Attila megtankolt, én kivettem a kis diófát, meg tettem ide neki, jó, megerőltettem a kezemet, meg tettem neki ilyen agyagos földecskét, hogy ne száradjon ki. Ha hazamegyünk, akkor majd elültetem. Nagyon jó. Kis szépike. Meg lett mentve. Reméljük meg is marad. Közben látjátok, Attila már tovább ment a másik darabhoz, úgyhogy megyünk utána. Na, a mai utolsó darabunkhoz értünk szerintem. Az ékkel jobbról fordulom először, hogy a sarkokat is meg tudjam csinálni. Ha van, aki szóvá tette, hogy V-tárcsával jobbra fordulni? Hát mondom. Persze. Tudom, hogy nem szabad jobbra fordulni vele, de máskülönben nem tudom a széleit megcsinálni. Meg olyankor nincsen letéve teljesen. Mindig emelem fölfelé. Mert nem akarjuk szétszaggatni a tárcsát. Ez is beton kemény. De hogy pattognak a kukorica szára? Nem a szára pattog. Nem hiszem. Ez a mai utolsó darab? Igen, meg még az a pici. Ja, hát az a pici, de hát az egy oda-vissza. Egyébként igen. Haza megyek, megvárom, míg megszárad az agyag a cipőmben, azt takarítokom lefele. De hoztam a fának ilyen, beraktam egy zacskóba, azt hoztam neki ilyen agyagos földet. Mondtam, hogy ezen már nem lesz dió. Ez már túlnőtt azt a diós részt. Ilyenkor... Elrohadt a dió. Aha, igen. Aha, mert körülbelül addig van rajta dió, körülbelül még itt ilyen 15 centis nem lesz a fa. Ne bassza már meg, hogy itt is van. Jó van, az már ott marad. Hát hallod, olyan mélyen volt. Hát láttad, milyen mélyen volt. Hát már valahogy pac. Lekerült is. Hát már ma volt neki egész május, április óta nő. Hát volt. De az, hogy az éve nem szedtük le. Ebben kukorica volt, hát kukorica asztallal nem szedtük le. Ez is érdekes. Lehet, hogy pont a sor között volt hát valami. Ottál fogva megmenekült. Hát. Azért a pajszer azért... Kellett. Hát figyelj, körbe pajszeroltam, alá feszítettem folyamatosan. Én is úgy szoktam. Jaj. Körbe pajszerolom, és akkor... Hát ő folyamatosan kérdez. Nyomkodtam ugye, hogy engedj elfele a gyökere. Igen. De szerintem 15 centit még ellen volt. Rend. Kapaszkodott rendesen, szerencsétlen kis fa. Igen.
Ezt már tudod, ezt már az unokáinknak ültetjük. Ma azt mondják, hogy a diófát, ezt a azt mondta nekem még a, vagyis azt mondta a nagyanyám, hogyha diófát ültetsz, azt úgy ültessem, hogy az unokáimnak ültetem, mert akkor lesz igazából termő a fa. Még, figyelj már, végül is, hogyha a Zsani belehúz egy 5-6 év múlva, már lehet unokánk. Jó, csak terem nem fog. Nem baj, árnyékot adjon, aztán majd ráér teremni. Ja. Hú, nem is nézegetem a földet, hát ott is van egy csomó diófa kikelve. De nem, nem szabad nézegetnem, mert összeszedem az összeset. Csak az a baj, hogy nagyon fárasztó kiszedni. De ha én elültetem a baracmagot, akkor ez nem fog pikelni. Az nem kell ki. Szépen játszol a karokkal. Emelgetem a vérföld végén, de most meg fog fordulni.
mondtam, hogy meg olyan fura még mindig, hogy ilyen, úgymond ilyen izébe kell vetni. Hogy minden, nem mi találtuk ki. Hogy minden fönt van a föld tetején. Mondjuk, de szerintem akinek van direkt vetőgépje, az lehet, hogy így megy bele egyből és veti, nem? Én már láttam így belevetve, de hát ugye furcsa nekem ez. Furcsa, mert akkor ott állna benne folyamatosan a szárak. Mondjuk annyi, hogy így is állnak a szárak, de nem tudom, olyan furi. Nézd meg, hogy sót látni. Ha látni a sót, igen. Adjad neki, majd onnan megint megszegeljük ezt is egy kicsit. Öcsi meg barkácsolja, vagy barkácsolta a szöcskét, azt anya, mert láttad már szöcskét? Mondom, még nem. Ugye tegnap kitörte, a kereket, de ugye, az várjál, Zolika rafkós volt, aláékelte neki azt a kis szöcskét, mert a öcsi, meg a kis barátja, Zolika, csináltak raklapból, vagy csinálnak raklapból egy ilyen kis, hát, autó, traktort, mindegy, valamit barkácsolnak. Már a hajam tegnap az égnek át, mikor láttam, hogy mit csinálnak. Na mindegy, és ugye már bent volt hátul a két kerék. Zolika ugye kiékelte, és ráült, és mondta, mert ugye egy rekesz van, tehát a rekesz az ülés. És Zolika ráült, azt mondja, nézeg Attika milyen fasza, gyere ülj rá te is. Attika ráült, Zolika kivette az éket, és összeszakadt a kis kacsi, vagy mi az az a raka, kitört a kereke. Most Attika visszatette a kereket. Hát nem úgyse fogja bírni. Jaj. Azt mondja nekem, amikor hazamegyek, anya, ez a kis heggesztő, ez jó? Mondom, jó. Jó, azt mondod, még heggeszteni is akar. Hát azt mondja, heggeszedek? Hát mondom, én nem tudom. Én tegnap mindent úgy mondtam nekik, hogy én ezt nem támogatom, ezt a szegelek, fúrók, faragók, a fúrót használom, meg ez a vas kell apának? Hát mondom, én nem tudom, apádnak tudod, minden ilyen lapos vas, ha kell, akkor tudod, hogy ő neki is kell. Mondom, én nem szólok bele, de mondom, hogy mit fogtok apátoktól kapni, mondom, azt nem tudom. Úgyhogy én, ez a csavar kell apának? Mondom, hogy ne kéne ez a csavar neki? Akkor mit használjunk? Hol van százas szeg? Úgyhogy, na kész. Voltam tegnap itt, a Ricsi volt a tanulja, mindent hoztak, jöttek, csinálták. Levették a fekete biciklit, tudom, hogy le akarok fújni, aztán ki akarom tenni. Levehetjük róla a láncot? Vegyétek le róla a láncot. Mondom, az úgyse kell. De mondom, az öcsinek te? Hát mit akarsz ezzel a kiskocsival? Mert az Olika áthozta otthonról a pici régi sárga kis bicikliét, de hát a sebelső benne lapos, mint az állat. Felni tologatták, ott láttam a nyomát az udvarban. Az nem fe... Azt tudod, mi volt? A nagy fekete bicikli, az Olika tekert vele. Úgy, gumi nélkül. Hát csak jó. Legalább egy slagot tettek volna a gumi helyére. Mondom, tegnap itt volt minden, hát mondom, én daráltam, és csak jött Attika kérdezni, hogy most ezt elvihettem, azt elvihettem. Hú, most is mondja azt, hogy anya, jó ez a kis heggesztő? Mondom, jó. És heggeszthetek vele? Hát mondom, annak nem nagyon örülnék. Főleg úgy, hogy nincs senki otthon, azt a gyerek ne heggeszgessen. De mikor eljöttem, már mondtam neki, pakolj el. Ja, meg tudod, mit keresett most? Azt mondja, anya, valami egy méteres betonvas, vagy ilyesmi. Mondom, az minek kell? Hát mert ugye a biciklinek az első kereke, tehát a biciklinek az első kerekéről akarják meghajtatni hátra, a hátsó tengelyre a vizét, mert pedállal fogja az öcsi hajtani ezt a kis szöcskét. Tudod, mi a legjobb az egészben? Még egy mérőszalag se kell nekik semmi. Figyelj, úgy megcsinálják. De olyan nyolcas van a kerékben, tegnap az Olika így megtekerte, meg a teraszról mondom, egy kicsit sincs benne nyolcas. Á, nincs! Azt mondom, nincs! Cs. Igen. Alkottak tegnap a fiúk, elmentek sétálni, azt úgy jöttek haza, hogy ők ezt megcsinálják. Húha!
most izé lesz építés. Igen, igen, igen. Akkor nem tudtam hova meneküljek előlük, hogy ne találjanak meg, de hát ugye darálnom kellett, így nagyon messzire nem tudtam menekülni. Mondtam nekik, mondom, ha valamit eltüntettek, vagy valamit tönkretesztek, mondom, a fúróra két szemetek, ha eltöritek a fúrókat, mondom, akkor... Általában, amikor kell, akkor nincs. Mondom, akkor... Megnéztem a nagy szerszámos ládán, vissza volt pakolva minden. Hát én mondtam nekik, amit kivettetek, azt vissza is kell rakni a helyére. Hallod, azt a ilyen széles, tehát... Ez az ilyen széles és körülbelül ilyen, hát fél centitől vastagabb lapos vasat kézzel elfűrészelték. Ez jó. De úgy nézett ki, mint aki elflexelte. Mondom neki, ti ezt mivel vágtátok el? Nem hallottam a flexet, mondom, lehet, hogy ezek... Azt kellett volna még a flexet. Mondom, ezek lehet, hogy flexel elvágták, mert ugye mutogatták. Mondom, mivel vágtátok el? És mondja az Zolika, azt mondja, kézi fűrészre, mondom, szerencsétek van. Olyan úgy el volt vágva, meg olyan úgy be volt izélődve a széle, hogy mintha csak flexel lett volna megcsinálva. Hirtelen a víz levert, úristen, mondom, ment a daráló, én nem hallottam, hogy ezek mit csinálnak. Ezek már flexeltek. Hú! Nem az a baj, tudod, csak nem tudom, hogy a Zolika mennyire ért ezekhez a kütyükhöz, tudod? Az öcsi az szerintem semmit, ő ne is nyúljon az ilyesmihez. De, ha, azért úgy hirtelen a víz levert. Amikor mondták, hogy kézzel vágták el. Megkönnyebbült. De mondták, hogy nehéz volt, mert jó rozsdás volt. Mondom, az nem azért volt nehéz. Mert vastag. Igen. Nem a rozsda miatt nehéz. Igen, igen, igen. Na, szépen meg lesz ezt csinálva. De nem így kellett volna kezdeni? Nem, én nem így szoktam kezdeni. Én szögedi eset. Még ötször. Még ötször. És ebbe te már tele fogsz vetni? Vagy ebből van más választás? Ha nem, de nem ugrúber ezzel, meg ilyesmi, tehát ez most... Nem. Jó. Ez ilyen próba darab lesz. Nem látom, hogy hol mint a darab. Na mindegy. Úgyhogy így telt a tegnapi nap a gyerekekkel. Jó telt akkor. Hú! Hazamentem, láttam azt a... Rocsót. Gyerekek alkotnak, raklap, lovakocsi kerék, azt hittem, meg ilyesmi. Nem, az egy kis bicikli kerék. Ezek ebből akarnak menni? Az öcsi. Az öcsi akart menni? Igen, mondom, azt mondta, hogy ja, kereste a kisekét, azt az egyfejes kisekét. De minek az ekét keresi, még nincs mire akasztani? Hát, na ez az, és azt mondta, hogy majd ő megy szántani. Na mondom, öcsém, ezzel elmész 3 métert, mondom, szerintem úgy... Szántani. Igen. Ott a traktor, abban kell szántani. De ő azzal akar. Most ezzel most mit vitatkozzak? Most is kézzel akartad tekerni, hogy bennem megy ezek a földbe? Azt megnéztem volna azért. Várjál, mert még izé alatt van. Éget volna a zsír rendesen. Hát... Egy métert húzta, nem kiverte volna. Zolika is mondta neki, hogy 3 óra alatt 30 métert megcsinálsz. Akkor már jó. Ilyenek voltunk mi is gyerekkoromban, csak mi nem álltunk ilyenek neki, mert tudtuk, hogy mi bunkert építettünk. Na, és azt hova építették volna? Bele a földbe. Na jó, ilyet nem mondjál neki, mert még izé. Bele aztán akkor utcába szembe építettük, jött egy autó, csináltunk egy lyukat, csak lőttük az autót. Aha, tök jó. Ez jó játék volt. Jó, de hát ilyesmit játszottunk. Meg bicikli után kötöttük madzaggal egy jó nagy akácba aljat,
hogy valami ízért, ha poroljon, az húztuk az utcába, az még mindent vittak az emberek. Hát a Jóisten, itt ne poroljatok! Nekünk megtetszett, hogy porolt. Még nagyobb betegek. Ha miért nem a határól mentetek ki porolni? Hát húztuk mi ott is. De hát azért, tudod, tudod, hol nőttem fel, milyen messze van onnan a határ. Úgy azért kibiciklizni. Mentünk mi arra is, a szőlőbe meg össze. Na, hát arra kellett volna, nem ott, ahol laknak. Akkor nem volt még aszfaltos utca. Hát, adtak mindegy. Nyáron akkor is porolt. Meg húztuk. Mondtuk, mindent csináltuk. Bunkert építettünk, elmentünk ki az erdőbe, a szemétbe guberáltuk fóliát, golyakat szedtünk, beástuk a domboldalba, azt akkor ott volt a bunker. Vittünk kizét, hagymát, szalonnát, csináltunk rá kéményt, azt akkor csináltunk füstöt, na. Mi az? Nyáson sütöttük a szalonnát. Jaj, hát ezt várjál, ezt el kell mesélnem. Ugye? Valamelyik nap az öcsi, péntek volt, egy csütörtökön mi csináltunk gófrit, sütöttünk gófrit, csináltunk. Hát ő meg este mondja, azt mondja, hát ő ilyet visz. Mondom, jó van, vigyél. Vaníliás porcukorral, nem megszórta, beleforgatta a vaníliás porcukorba, betette szalvétába egyesével, meg a vanília rúd, ...nak a kis műanyag kis hengerkéjébe beletette a kakaóport, azt is betette, elcsomagolta, és utána odáll a hűtőhöz. Anya, és még mit tudok vinni az iskolába? Hát mondom, mit szeretnél még vinni az iskolába enni? Van itthon kolbász? Mondom, van. Sajt? Mondom, van. Lila hagyma? Hát mondom, az nincs. Ezt kérlek venni kell. Igen. Azt mondja, és paprika? Hát mondom, az még van. Mondom, azt nem mondta, hogy ezt akarod vinni az iskolába. De, elcsomagolod nekem? Mondom, el majd reggel. Elcsomagoltam neki, vagyis én megmutattam neki, mondom, akkor ezt akarod vinni? Kolbász, sajt, paprika? Igen. Fölkarikázod nekem a kolbászt? Mondom, fel. Fölszeleteltem neki a sajtot, mindent. És amikor ő most segített nekem bepakolni a táskát, ritka pillanatok egyike, azt mondja, beteszi a gófrit, azt mondja, ez a desszert, ez meg a főtétel. Úristen, hát én úgy röhögtem. Aztán hazajön a suliból, beül a kocsiba. Na mondom, mi a helyzet? Mondom, mit szóltak a többiek? Mondom, hogy mit kajáltál ma? Szerinted nem mindenki eszik el miért ilyen nagyképűen. Ó, mondom, bakker! Így volt? És még azokat a szemeket, ahogy mondtad, szerinted... Ja, vannak ilyenek. Mi kellett volna, hogy lehagyma neki? Ami azt vitt volna a paprika helyett. Lila hagymát. De hát nem, mondtam neki, van ilyen pici vörös hagyma, azt ő nem szeretne vinni. Hát mondom, akkor jó, hát most erre nem tudom mondani. Na, nagyon szép lesz a földecske. Keresztbe kasú megcsináljuk, és akkor jó lesz. Gyerekek, ennyi lenne a videó mára, egy kis tárcsázás. És már majd a vetés fog következni. Mert Attila tegnap elment, mert én kitrágyáztam, Attila meg elment tárcsázni, megcsinálta a 3 hektáros darabot, meg megcsinálta a 4,5 hektáros darabot, azokat is kétszer áthúzta. Most, most a sziget az most kész lesz, meg még van, azt mondja, nem az ezeket most elvessük, és utána meglássuk még. Akkor eltervezzük, hogy mit, hova vetünk. Igen. Lesz árpa vetve, zab. Lesz zab vetve. Kritikáli?
titikálni, meg valamennyi kis, ha vetünk kukoricát, nem sokat, most nem vetek sokat szerintem. Meg cirok. Meg cirok. Igen. Ja. Ennyi lesz vetve. Úgyhogy mi most ezzel elbúcsúzunk tőletek. Legyetek jók, ha tudtok. Így van. Mivel vasárnap van 13-a, így pihenjetek, mert holnap kezdődik a meló. Mi is hazamegyünk, és akkor kis pihenésképpen főzöcskézünk egyet apával. De jó lesz az. Ugye? Megbeszéljük, hogy mi legyen, még áttúrjuk a hűtőt. Biztos, hogy van csülök, csak siettem utánad, és már nem akartam már tovább turkálni a fagyasztót. Úgyhogy majd, ha hazamegyünk, akkor nyugodtan megnézzük. De van oldalas, mert találtam. Mivel most volt pörkölt, úgyhogy de találtam lapockát is, de most pörkölt gondolom nem kell. Látom, hogy hol mentem kamerától. Jó, mész, baby, jó, mész. Úgyhogy még valami kajcsi-majcsit kitalálunk, aztán mi is pihengetünk egyet. Igen, nagyon sok időnk összre. Este 8-kor nekiállunk pihenni. Na, addig is puszi nektek, várjátok a következő videót. Sziasztok! Sziasztok!